Mögöttem láthatók a nyertes pályázók, ugyanis a Prosperitáti Alapítvány negyedik pályázati körében falusi házak vásárlására hirdettek pályázatot, mégpedig vissza nem térítendő támogatás formájában. Összesen 65 nyertes pályázóval írtak alá ma szerződést. A magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes kiemelte, a mezőgazdaság volt végig a vezérfonala ennek a programnak, ezért hirdették meg a falusi házvásárlási pályázatot, hogy a vidéken boldogulni kívánó mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vajdasági magyar fiatalokat támogassák. Magyar Kanizsán vásárolunk egy házat, kint az 5. kerületben, és gazdálkodni szeretnénk, állatokat szeretnénk nevelni. Nagyon szeretnénk itthon maradni, nincs tervünk be, szándékunkba elköltözni, mi itt nőttünk föl, itt akarunk élni, boldogulni, és ez nagyon nagy segítség a családi ház. Bajsán veszünk házat, illetve kész házat, tehát a 68-ban épült ház, de már 7 éve nem lakott, tehát felújításra szorul, és nagy gazdasági udvarral rendelkezik, ami szintén fontos számunkra, mivel én a mezőgazdaságban tevékenykedem. 318-an pályáztak falusi házvásárlásra, a következő elbírálási kör januárban lesz. Közben fut és december 20-án zárul a földvásárlási program. Az elmúlt 2 évben 40 milliárd forinttal támogatták a vajdasági magyar gazdálkodókat, ebből 10 milliárdot a vállalkozók kaptak, 30 milliárd forintot pedig nagy beruházásokra fordítottak. A továbbiakban a kisgazdaságok is anyaországi pénzeszközökhöz juthatnak majd, hangsúlyozta Magyar Levente. Mindez a szerb-magyar gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárul, mert a magyar pénzeket teljes egészében Szerbiában fektetik be, tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes. Mi érdekeltek vagyunk abban, azon túl, hogy a magyarság jóléte is fontos. Abban, hogy Szerbia is erősödjön. Mi egy erős és prosperáló Szerbiát szeretnénk látni, és ehhez azt a hozzájárulást, amelyik erőnkből telik, megtesszük, és a jövőben is meg fogjuk tenni, különösképpen annak a baráti és partneri viszonynak a szellemében, amelyik az utóbbi időszakban jellemezte és ma is jellemzi a két oldalú kapcsolatokat. Pásztor István köszönetet mondott Magyarország kormányának, amiért a vajdasági magyarságot a szülőföldjén való boldogulásában támogatja, mert rengetegen elmentünk, de még mindig rengetegen maradtunk, emelte ki a VMS elnöke, és egy újabb felhívásról számolt be. A nyár folyamán 10 földolgozóval írtunk alá kapacitásfejlesztésről szóló pályázatot. Ezek a földolgozók integrátori rendszert kívánnak létrehozni, és ez a fölhívás arról szól, hogy a potenciális beszállítók kiknek jelentkezhetnek annak érdekében, hogy beszállítói hosszú távú integrátori szerződést tudjanak kötni a földolgozókkal. A következő pályázat, amit a jövő év első negyedében hirdetnek meg, azokat célozza, akiknek szerződésük lesz az integrátorokkal. Márciustól pedig beindulhat a turizmus fejlesztési stratégia megvalósítása is.